A mai videóban az esküvői divatról lesz szó, hogy mit érdemes viselni egy 40 fölötti menyasszonynak, vagy éppen örömanyának, vagy akár vendégnek, úgyhogy kivesézzük a trendeket, hogy mi a divat, és mire érdemes odafigyelni. Úgyhogy, ha érdekelnek ezek a témák, akkor gyere és tarts velem ebben a videóban! Hello, szia, üdv újra a csatornán, köszi, hogy újra itt vagy velem, és megnézed ezt a videót is. Hogyha még nem találkoztunk volna, akkor gyorsan bemutatkozom, ez nem maradhat el. Én Virág vagyok, sminkes és stylist, jelenleg Stockholmban élek, és Svédország egyik legnagyobb sminkiskolájában dolgozom. Imádom a sminket, a divatot, a stílust, a szépséget, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy neked is tudok adni néhány tippet, trükköt, jó tanácsot, amit hasznosíthatsz az életben, úgyhogy ha érdekelnek ezek a témák, akkor gyorsan iratkozz fel a csatornára, nyomjál kis csengőcskét, és így biztos, hogy nem fogsz szomorkodni, és nem fogsz lemaradni egy új videóról se. Köszi! Ahogy említettem, ma az esküvői divatról lesz szó, elsősorban a 40 fölötti menyasszonyokról, hogy mit érdemes viselniük. Az a jó, hogyha 40 fölött házasodsz, hogy mert igazából nem érdekelnek a tradíciók, már nem érdekel az, hogy ki mit mond, nem kell senkinek megfelelni, úgy csinálod az esküvődet, ahogy te szeretnéd. Mert valószínűleg túl vagy ezen a habos-babos, hagyományos esküvőn, vagy ha még nem volt esküvőd, akkor már ezek a témák egyáltalán nem érdekelnek, tehát lehet egy igazán szuper, különleges, belevaló esküvőd, ami csak a te szabályaidnak kell, hogy megfeleljen. Így van? Szóval szerintem nincs is ennél jobb. Tudom, hogy valószínűleg már mindenki beszerezte a ruháját, mert előrelátóak vagyunk, tervezünk nyilvánvalóan, de hogyha az utolsó pillanatra hagytad, akkor hoztam neked néhány ötletet, hogy miben érdemes gondolkodni. Szóval beszélünk a 2020-as esküvői trendekről, és azokat fogom bemutatni, azokat a stílusokat, ami szerintem egy 40 fölötti menyasszonynak tökéletes. Na lássuk, mik is ezek! Hát ez a stílus igazán az attitűdről, a belevalóságról szól, tehát tényleg itt te már megmutathatod azt, hogy neked van stílusod, hogy már nem érdekelnek a tradíciók, és bevállalós vagy, egy badass bitch gyakorlatilag. Úgyhogy egy nagyon szép, romantikus csipkeruhát nyugodtan összekombinálhatsz egy belevaló fekete bőrcsekivel, vagy akár egy vastag fekete bőrövvel, és igazán cool lesz. Tehát ebben a stílusban megmutathatod a romantikus oldaladat is, de a belevaló, dögös, vadóc oldaladat is megmutathatod, sőt, egy kis leszarom hangulatot is belecsempészed, hiszen téged már nem érdekel, hogy Rózsi néni mit mond a ruhádról, te pontosan tudod, hogy mit akarsz. Ezt az összeállítást egy cool, fekete cipővel illik viselni, és egy bevállalós vőlegénnyel. De tényleg ebben a stílusban abszolút megmutathatod, hogy ez olyan lesz, amilyennek te szeretnéd. Hát ezért is jó 40 fölötti menyasszonynak lenni, vagy úgy egyáltalán 40 fölöttinek lenni, mert nem kell, hogy foglalkozz vele, hogy ki mit mond rólad. Te már pontosan tudod azt, hogy nem a férfi tesz boldoggá, hanem te teszed boldoggá saját magadat, az, ha van egy jó férjed, az csak a habatortán, de nem ezen múlik a boldogság. Ez a stílus, ez tényleg nagyon ízléses, nagyon elegáns. Talán ez az a stílus, ami a legjobban elvárható egy 40-es menyasszonytól. Ebben nincsen semmi lacafaca, semmi extra, azt adod, amit látsz. Tehát tényleg nincsen túlcifrázva. Ezt azoknak ajánlom, akik szeretik az egyszerű stílust, és a saját szépségüket, a saját egyéniségüket szeretnék kihangsúlyozni. Erre abszolút tökéletes ez a stílus. Nyilvánvalóan a fazon az lehet rengeteg féle, az alakformától függően lehet egy alakkövető, lehet uszályos, lehet derékben elvágott. Az nagyon fontos, hogy szuper minőségnek kell lenni, tehát egy ilyen egyszerű, elegáns ruhánál nagyon oda kell figyelni a minőségre. Az nagyon fontos, hogyha ezt a fazont választod, akkor el kell felejteni minden kis rátételt, masnicskát, kövecskét, tehát ehhez a stílushoz semmilyen díszítés nem illik egyáltalán.
ne felejtsük el azt, hogy valami egyszerű, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy unalmas is, sőt, én úgy gondolom, hogy ez a stílus, ebben van valami abszolút fenkölt, királynői elegancia, amikor valaki teljes mértékben felmeri vállalni saját magát, és nincs szüksége semmilyen körítésre. Power Suite, vagyis az öltöny nevéből adódóan is erőt sugároz, tehát igazi amazonoknak ajánlom ezt a stílust. Nagyon-nagyon jól összekombinálható egy szép csipkebadival, így a szexiség oltárán is áldozunk, tehát ez egy nagyon-nagyon erőteljes megjelenés. Egyébként fekete kiegészítőkkel is szuper jól néz ki. Az nagyon-nagyon fontos, hogyha az öltönyt választod, hogy ennek tökéletesen kell illeni az alakodra, tehát amikor ilyet vásárolsz, vagy emellett teszed le a voksodat, akkor legyél biztos benne, hogy tökéletesen illik az alapodra. A Power Suite egyébként egy igazi fashionista darab, tehát aki ezt viseli, az tuti, hogy abszolút képbe van a divat világával, hiszen az öltöny, a Power Suite az az egyik legmeghatározóbb eleme a mai divat világnak. Magic. Tehát ez a fekete varázslat, ahogy így elneveztük ezt a stílust, picit hasonlít a Badass mennyasszonyra, abból a szempontból, hogy itt is a fekete játssza a főszerepet, de ez sokkal elegánsabb ez a stílus. Tehát így gyakorlatilag arról van szó, hogy a feketét összekombináljuk egy klasszikus mennyasszonyi ruhával, tehát lehetséges, hogy egy ilyen átmenetes anyagról van szó, feketéből fehérbe, vagy fordítva, vagy a klasszikus mennyasszonyi ruhát díszítjük fekete rátétekkel, de mindenképpen ez egy elegáns ruhadarab, egy elegáns mennyasszonyi ruháról beszélünk. Ahogy mondtam, az igazi klasszikus ruhákat is lehet extrává, nagyon különlegessé varázsolni egy-két fekete, kis kiegészítővel, fekete rátétekkel. Gyakorlatilag én azt hiszem, hogy ez a mennyasszonyi ruha stílus reprezentálja leginkább az elegáns, trendi mennyasszony. Már egyszer kipróbáltad a fehér mennyasszonyi ruhát, és úgy érzed, hogy oké, köszi, ennyi, elég is volt, de mégis a romantikus stílus az, ami hozzád közelebb áll, akkor ezt a púderszint, ezt abszolút neked találták ki. Hiszen mi lehetne romantikusabb, mint ez a nagyon szép, tört, kicsit vintage hatású rózsaszín. Stílusában persze lehet bármilyen a ruha, hogyha ezt a szint választod, lehet romantikus, de lehet minimál, vagy bármi, amit választasz, de a szín maga az romantikussá fogja tenni a megjelenésedet. Nagyon jól párosítható, szuper kiegészítőkkel, arannyal, ezüsttel, vagy akár gyöngyel, de ha bevállalós vagy, akkor ezt a púderszint is nagyon-nagyon jól lehet kombinálni feketével. Tehát tényleg képzeld el, hogy ez a púder rózsaszín és fekete milyen baromi jól néz ki együtt, tehát tényleg, hogyha ilyet viselsz, akkor mindenki azt fogja gondolni, hogy romantikus vagy, de egyben baromi bevállalós is, és nekem ez nagyon tetszik. Na hát kb. Ennyi lenne, amit a mennyasszonyoknak akartam mondani, de hát van egy másik nagyon fontos szereplője is az esküvőnek, mégpedig az örömanya. Úgyhogy beszéljünk egy kicsit az örömanyák öltözködéséről is, mire érdemes odafigyelni, milyen stílus, milyen szint érdemes választani. Az első és legfontosabb tanácsom az az, hogy mindig egyeztes az ifjú párral, tehát ne menjél a saját fejed után, hogy ó, nekem ez a ruha tetszik, én ezt fogom viselni, hanem egyeztes velük, hiszen nagyon fontos az, hogy milyen stílusa lesz az esküvőnek. Csak képzeld el, hogy mondjuk egy vidéki romantika a téma, tehát tényleg ilyen egyszerű, laza esküvőről van szó, és te felöltözöl Erzsébet királynőnek kis kalapkával, meg minden, ez halálciki, nem jó. De az se jó, hogyha mondjuk a Hiltonban van egy szuper elegáns fogadás, és te egy lapos sarkú szandálba jelensz meg. Tehát nagyon fontos, hogy olyan ruhát válasz, ami illik a tematikához. Szín az ugye nagyon fontos egy ruhánál, nyilvánvalóan az is fontos, hogy neked mi áll jól, de
jó, nem tudom, hogy ezt érdemesen mondanom, remélem te ezt tudod magadtól is, de fehéret semmi esetre sem választunk alapszabály, nyilvánvalóan. Érdemes egyébként ilyen szép pasztelszíneket választanod, ez abszolút illik mindenféle esküvői tematikához, de alkalmazkodhatsz az esküvő színpalettájához is, hogyha van ilyen, vagy pedig hozzá passzinthatod a ruhád színét a koszorús lányok ruhájához, már ha vannak koszorús lányok, ugye az amerikai trend is kezd bekúszni a magyar köztudatba, ahol a koszorús lányok is ott vannak magán a szertartáson, szép egyforma ruhába, de hát azért ez még nem annyira tipikus Magyarországon, de ha vannak ilyen koszorús lányok, akkor érdemes a ruhaszínedet az övékéhez passzintani, nem ugyanolyan színű, az nagyon-nagyon fontos, de mondjuk például, hogyha ők egy nagyon szép királykék ruhába vannak, akkor te lehetsz egy tengerészkék ruhába, vagy ha őnekik rózsaszín ruhájuk van, akkor a tiéd lehet egy púder rózsaszín. Tehát érted, amit akarok mondani, ugyanaz a szín, csak más árnyalat, mert ez nagyon szépen mutat egy ilyen nagyon klassz képet mutat a fotón, tehát egy ilyen kohézív képet fog mutatni. Tehát ezt érdemes megfontolni. Na hát milyen fazont válasszunk? A klasszikus örömanya öltözék vagy outfit, az egy kis egyszerű ruhácska és egy kis kabát. Ez lehet csipkés, vagy bármilyen egyszerűbb fazon, mindenképpen nagyon elegáns. Tehát ez a klasszikus, de neked abszolút nem kell követned ezt a klasszikus trendet, főleg, hogyha ilyen fiatal örömanya vagy, 40 fölötti, úgyhogy nyugodtan szegd meg ezeket a szabályokat, nem kell neked követni, hiszen rengeteg opció van. Ez nagyon fontos, hogy semmiképpen se a mennyasszony rovására szegd meg ezeket a szabályokat, tehát ő a főszereplő, nem öltözzük túl, nyilván. Az első és legfontosabb szempont az az, hogy kényelmes legyen a ruha, hiszen ezt hosszú órákig fogod viselni, táncolni fogsz benne, bulizni fogsz benne, tehát legyen kényelmes. De ezen kívül bármilyen fazon választható az alakodnak megfelelően, tehát ez lehet akár egy mell alatt elvágott, lehet egy szép alapkövető, hogyha olyan az alkatod, lehet akár ez a homokóra fazonú kis ruhácska, övvel, derék kihangsúlyozós kis ruha, tudod, ez az abszolút 50-es évek divatja, de például egy kabátruha is abszolút elegáns, felhajtod a galériát, és már is te vagy a legcoolabb örömanya. Ha nadrágot szereted, azt is nyugodtan felveheted, abszolút elegáns és illik az alkalomhoz, kombináld össze valami nagyon szép magas sarkúval, vagy egy nagyon szép elegáns blúzzal, akár csipke blúzzal is. Ha van egy kis plusz rajtad, akkor ezek az átlapolós ruhák is nagyon klasszak, kicsit elrejtik, amit el kell rejteni, és igazán csinosak. Hát azért mindenképp akarok egy pár szót ejteni arról is, hogyha vendégként érkezel az eseményre, hiszen ilyenkor is azért sok gondot okoz, hogy mi a bánatot vegyek föl. Nagyon-nagyon egyszerű, mindig az esemény stílusához és a helyszínhez öltöz föl. Tehát ez szuper egyszerű. Nyilván más ruhát választasz, hogy egy szabadtéri, esti, ilyen kis buliszerű rendezvényről van szó, vagy hogyha egy nagyon elegáns fogadásról valami beltéri helyen. Mindenképpen kérdezd meg a mennyasszonyt a színekről, az esküvő színkódjáról, és arról, hogy a koszorús lányok milyen színeket fognak viselni, már ha vannak koszorús lányok, és ha nem vagy koszorús lány, akkor semmiképpen se viselj olyan ruhát, mint ami az ő színük, mert ez sok félreértésre adhat okot, úgyhogy jobb inkább az ilyen macerás szituációkat elkerülni. Neked is mondom ezt jó tanácsként, hogy semmiképpen se öltöz túl a mennyasszony, tehát nem neked kell a legszebbnek lenni ezen a napon, hanem a mennyasszonynak nyilvánvalóan. Nyugodtan válasz élénk, vidám színeket, hiszen nyár van, és ez egy örömteli esemény, úgyhogy nem kell visszafogottnak lenni, nyugodtan lehet színpompás. Az esküvő stílusához illően tudod kiválasztani, hogy egy rövidebb koktélruhát fogsz felvenni, vagy egy hosszabbat, ez mindig a szituációtól függ. Ami szerintem nagyon fontos, hogyha kültéri eseményről van szó, mindig vigyél magaddal egy kis kabátot, ami illeszkedik a ruhához, és egy esernyőt. Ez nagyon fontos.
A ruha stílusában, hogyha valami egyszerűbb, klasszikusabb fazont választasz, azzal biztos, hogy nem fogsz mellélőni, az illik a templomi eskü, az illik a fogadáshoz is, és úgy általában mindenhez. Na hát végére is értem a kis tippjeimnek, amit tudtam nektek adni az esküvői divattal kapcsolatban. Remélem, hogy hasznosnak találtátok. Ha van bármilyen kérdés vagy ötlet ezzel kapcsolatban, akkor nyugodtan írjátok meg a komment szekcióban. Tudjátok, hogy mindig mindent elolvasok, és mindenre válaszolok is, és abszolút boldog vagyok, hogyha kommenteltek és reagáltok a videókra. Úgyhogy jövő héten újra találkozunk, most már a sulinkba kitört a nyári szünet, úgyhogy kevésbé vagyok elfoglalt, úgyhogy számíthatok arra, hogy önteni fogom a videókat, remélhetőleg. Köszönöm, hogy megnéztetek, és ha tetszett, akkor mindenképpen lájkoljátok be, ez nekem nagyon sokat jelent, és ha úgy érzed, hogy hasznos lehet másokra, akkor nyugodtan oszd meg, nem fogok megharagudni. Sziasztok, vigyázzatok magatokra! Hello!